Hatalmas torlódás alakult ki a Kelebia-Tompa határátkelő helyen. Az Y-elágazást és a kelebiai utat összekötő körforgalomban autók és kamionok torlódtak fel, ezzel valóságos közlekedési dugót okozva. Magyarország irányába több órás várakozásra számíthatnak az utazók. A kora délutáni órákban kialakult dugó még 4 óra után sem szűnt meg. A forgalmat közlekedési rendőrök próbálták irányítani. A határa vezető út mindkét oldalát elállták a Magyarországra tartó autósok és kamionosok, így azok a Magyarországról érkezők sem tudták folytatni útjukat, akik átjutottak a határon. Voltak, akik kitartóan várakoztak a kígyózó sor ellenére is. Azért választottuk ezt az útszakaszt, megnéztük előzetesen, hogy mi a határhelyzet, de amikor még néztük, akkor nem volt ilyen hosszú sor, legalábbis a neten nem mutatta. Úgyhogy nem szeretnék visszafordulni, mert holnap már Magyarországon dolgozni fogok, úgyhogy nem szeretnék visszafordulni. Az ingázók közül voltak, akik még sosem tapasztaltak ilyen állapotokat. Egyesek szerint akár 3-4 vagy akár 5 órát is kell várniuk, hogy átjussanak Magyarországra. Akadtak olyanok is, akik azt fontolgatták, hogy visszafordulnak. Majdnem minden hétvégén erre jövünk, csak ilyen katasztrófa, ilyen még sosem nem volt. Voltak, csak ennyien, ez durva. Ez nem tudom, hogy következett ez, hogy ennyien összejöttek. Hogy most, a más túloldal, hogy nem, a magyarok nem dolgoznak, úgyhogy én szerintem az, mert az szokott mindig lenni. A Horgos-Röszke autópálya határátkelőn is hasonlóan hosszú sorokra kell számítani a szabadságukról visszatérő vendégmunkások miatt.